Figyelje majd. Szóljál De neki, hogy... igaza van, értem én. Szóljál neki, hogy ez nem a kamion EB. Jaja. Hát bírom a srácot nagyon. Én is egyébként. Minden versenyét megnéztem. Hát én csak ugye a hírekből inkább, amit tudtam követni, de amúgy szimpatikus gyerek. Hát azért csak egy Európa bajnok. The track temp is 39 Celsius. The air temp is 26 Celsius. Follow car number 802 in the left column. Ha jól tudom, akkor az Oruznál fogunk indulni, igaz? Szerintem van, aki nem... nem jött be. Lehet. Vagy nem tudom. Nem csak azt nézem, hogy lehet, hogy, az Oruznál fog indulni a mezőny, az meg vicces lesz. Okay, Rita, get ready. Na igen, Oruznál indulunk. Majd próbáljuk picit jobban lemaradni. A kis Norvi már itt van mögöttem. Okay, picked up, decent start. We can build something from here. Megy itt azért a csata. Baszki. Nem volt egy egyszerű kanyar az előbb. Bele kellett tapostam a fékbe. Hoppá, vigyázz, Crash van előttem. Köszi, jól szóltál. Na, majd vigyekszek. Jó, 9. vagyok. Látom, te jössz a 13-on. Igen, de jövök azért. Helyes. Elengedtem mindenkit. Aha. Egy kis Norbi van még előttem. Kapott egy slowdown. De jó. Akkor megkapom majd a nyakamba megint. Well done, Peter. Nice move, mate.
Azért érződik a mezőnyön, hogy nem fix setupos a verseny. És Norbival egy kicsit csatáztam. Előztem egyet én is. Na helyes, látom. Megpróbáltam magamat nem nagyon könnyen engedni, de hát nem nagyon tudtam vele mit csinálni. Oké, sikerült. Visszahozod, ne törődj vele. Ne aggódjál, nem fogok feladni. Kicsit jobban éreztem magam egy 3 másodperces előnnyel. Igen, hideg még a gumi, aztán megcsúsztam. Hát meg amit mondtam, hogy megfogtam a kerékvetőt, azt meg a Merci annyira nem szereti. Próbálok utolérni. Egyenlagyba szerintem meg lesz. Na, majd ne vegyél olyan... Albázd meg. Jó, nem kaptam slowdown. Nincsen, ezért X-limit most nézem. Úgy biztos. Bazd meg, slow down, kaptam. Slow down to give back the time gained.
Jó, mondjuk te amúgy is csatába vagy, úgyhogy nekem nem is jön annyira rosszul, jó? Jó, azért nem kíméled a srácot. Hát nem kímélem, de... Meg a baj, ő nem enged erre kicsitja. Igen. Menjél. Köszi. Clear left, clear. Nem, azt sem tudja, hogy merre van a pálya, hallod, ahogy elnézem a mozgásából. Majd itt. El nem lesz jó. Rossz ívet választok. Hát, nem enged el. Oké, megvan. Olyan neki. Na, igyekszem. Vigyőt megcsúsztam a bejáraton. Az orvosba egyszerűen sokat veszítek, amúgy itt simán fogható leszek. Én 2-3 tizedet simán eldobok benne. Na, hagyd magad! Majd egy 6-7 perc múlva nagyjából szerintem már megbírom mondani, hogy mennyi üzemanyag fog kelleni.
7 seconds. Köridők alapján azt nézem, hogy nagyjából a helyemen vagyok amúgy. A köridő szempontjából? Hát igazából szerintem ennél sokkal előrébb nem lennék, max. Egyel, hogyha nem hibázok. Az a megpörgés, az nem kellett volna. Látom, nem engedi magát a srác. Nem, az a baj, vannak pontok, ahol sokkal lassabb. Igen. És így vissza a föltár gyakorlatilag. Igen, azt akartam pont mondani, hogy én egyébként nagyon elhúztam tőletek. Pont ezért. Nem mindegy, balesetet sem akarok okozni, úgyhogy el vagyok. Szerintem egyébként a pályának a végén próbáld meg, a sok időt veszít. Most meg lesz. Már látom, szélárnyékba vagytok idő alapján. Tőle. Már el is húztál tőle egy másodperccel, hogy nézem a relatívot. Igen. Mondom, nagyon feltartott. Igen, mert a pálya középső részétől ugye én azt vettem észre, hogy ott azt a részt azt nem igazán tudja jól abszolválni. Inkább az elején volt gyors, ott én sem tudtam bele tartani a tempót. Végre jól vettem az órúst is. Jól lemaradtál. Majdnem 7 másodperc.
De olyan jó érezni, hogy végre tapad az autó. Stop you to the end. Elvileg 29 liter az elég. Jó? Oké. Lassan ki is kell menni, igen. Igen, hát én még 4 kör tudok menni. Hát én is, de mondjuk ezzel együtt. Nem? Igen. Igen, igen. Hát én... tankolok rá egyet, tehát én 30 litert fogok. Az a biztos. Hát az 1 liter szerintem időben nem azt nem szoroz. Valaki már ki is jött a boxba. Hát én 2 kör múlva jövök. Leszakadt át tőlem. De legalább, hogy nézem, tudott tartani a tempót többiekkel. Aha. Az jó. Ja, nagy, stagnáló nagyon egyébként. Tehát ez a 6 másodperc a hátrányom a Ripper Robi előtt, vagy én mögött.
A következő körben jövök. Kereket nem cserél. Nem. Gondolom. Nem. Felesleges. Majd azt tudod, hogy a busz megállónál kell bemenni. Ja, attól függetlenül ez az endurance vonalvezetés. Ja. Watch your speed. The car in front is pitting. Okay, Peter, there's a car exiting the pits. Heads up. Watch your speed limit in the pits. Box in 1,010 meters. Jó hosszú box utca. Van másik része? Igen. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Ki van itt szentízve minden? Ki? Úgy, ahogy mondod. Ó, és hoztam egy helyet, sőt kettőt. Ha nincs az a megpörgésem, hallod. Két helyet javítottam. Behind us now.
hihetetlen, pont előttem kacsázik valaki, de annyira, hogy kiütötött a magát. Te hanyadik vagy? Én most 8. A Ripple Robit próbálom, vagy Robert Ripple, nem tudom, hogy magyar-e, ezt próbálom magamtól tisztes távolságba tartani. Mondanám, hogy több, de inkább kevesebb sikerrel. Az meg, megcsúsztam. Srác megcsúszott. Na hát akkor úgy néz ki, hogy a nyolcadik hely, hogyha nem cseszem el, akkor ez megvan. Nagyon szép. De egyszer csak azt nézem a relatívot, hogy már több mint 10 másodpercre van tőlem. Ez az előbb meg volt 3-ra. A Lukács Imrét próbáljuk meg elkapni hátha. Bár az igazság, hogy már kevés az idő. 4 kör van még hátra körülbelül. Látom, jöttél föl egyet.
5 minutes to go. 5 minutes. Is the car leaving the pits? Track limits. De jó viszket a fülem. Utolsó kör jön. Fuel left.
now negative. Gap 2, far gap behind is now 2.6 seconds. Persze, hát a busz megállót majdnem elcseszem. Na, 8. hely. Na, nem lehet ezzel a szarral fánkozni. Á, hallod? Na jó, nem tudom, hogy milyen követés vagy valami jött, azt mondja, hogy... Hey. Köszi Freeman. Neked gratulálok. Neked is, fasza volt. Azért jött fel a srác a végén, mert be voltam szar, hogy nem lesz elég a benzin. Uh-huh. Úgyhogy, de aztán, amikor láttam, hogy az utolsó kör, akkor belehúztam. Úgyhogy, na, fú, hát ez egy jó kis futam volt azért. Rendben volt. Hát igyekeztem. Nézzük, mi volt itt, mert én már elfelejtettem. Igen, itt volt a vicces, amikor a kis Norbi jött mögöttem. Bele kellett fékeznem. Kicsikét merész volt. Le kéne cserélni ezt a festést. Köszi szépen! Köszi a gratulációt! Hát igyekeztem oda tenni minden esetre magam. Az ott szép volt, én arra várjam át, én erről le is maradtam. Német Peti, megöttem. Ja, igen, hideggumi. Hideggumi ezt teszi. És itt volt előttem a balhé. Azt mondja... Hol vagy? Chase, na. Jó. Azért az nem volt ott egyszerű. Hát nem mondom, hogy nagyon necces volt, de hát azért, hogyha... Kilépek a Discordból, mert elmegyek, vacsorázok egyet, jó? Oké, rendben, köszi szépen, majd itt beszélünk. Oké, szervusz. Na, cső. Na és akkor sem beszéltünk a hüvelygombáról. Szóval, hogyha egy fél másodperccel később érek ide, akkor ez telibe kap. Ki volt ez? Bodnár Dani. Fél másodperc és telibe kapott volna. Csúnya volt. Aztán mi lett vele végül? Aha.
Megvárta a mezőnyt akkor. Na, azt mondja, hogy volt-e még valami érdekesség? Második kör. Még Norbi itt előz. Ez egy nagy Laci. Jó étvágyat Lacinak. Hát az Évi is megszenvedett vele az itt a dolgokkal. Hát itt nem sok minden történt úgy effektíve. Na mindegy, nézzük inkább az én részemet, mert az viccesebb volt. Na itt az előzés, amit lett meg neki. Na azt mondja, viszont... Aha, na itt fogom majd akkor megelőzni a srácot. Ha igaz, igaz. Kicsikét úgy nézzük át, hogy mi a téma. Na tényleg, hát meg volt egy megforgásom is. Baszki, azt el is felejtettem. Na, mindjárt megnézzük. Oké. Egyébként semmi extra, hideg volt a gumi. Egyébként megfogtam a kerékvetőt itt. Aztán éjtőt ott már csúszott kifele, de még jó, hogy nem vágtam a falhoz, attól féltem a legjobban. Figyeltem a relatívot, hogy hol jönnek a többiek. Legalább hál' Istennek nem durrantunk egymásba. Na és akkor, hát semmi extra, de szépen nem is fogtam meg, de legalább nem lett ebből nagyobb probléma, az a lényeg. Na, azt mondja. Jó kis futam volt azért ahhoz képest. Na nézzük tehát. Valahogy Laci itt engedett el. Ja. Hát igen, ez is vicces volt különben. De láttam itt már, hogy baj lesz, hogyha nem játszik okosan. A srác az tényleg kemény volt. Nem volt ez a végül semmi probléma. Ez szép volt egyébként, hogy a box kiállásnál tudtam két helyet nyerni. Ne ígyatok kólát, rohadt egészségtelen. Hát itt nagyon figyeltem a féktávra. Puhú, azért bedive-bomb voltam. Hát muszáj voltam. Hát egyébként ebben már van gyakorlatom, hogy a megcsúszást hogyan próbáljam meg minél jobban úgy kivédeni, hogy ha már megcsúszok, akkor lehetőleg ne nagyon verjem a falba. Hát igen. Igen, azért ez egy official versenyen lehet, hogy máshogy nézett volna ki. Na, igen, csak mit is akarok? Ja, igen. Szóval, hogy milyen vicces volt, hogy hirtelen bedive-bomb voltam, amelyik nem akartam feltétlenül megelőzni, csak így jött ki. Hát jóval később fékeztem azért. Jó. Ja, igazából nagyjából a nagyon nagy lényeg egyébként ennyi volt. Ez csettől nem látom a lapszámokat. Jó lesz az itt. Azt mondja, hogy... És akkor itt jöttem ki. Engage the limiter. What's your speed limit in the pits? Okay, Peter. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. 3, 2, 1. Box now. Maradjál csöndbe egy picit, köszönöm. Ja. Tök durva egyébként, hogy tudtam szerezni két helyet. Tényleg? Haha. Alapból se
túl alacsony a pulzusom, ahogy elnéztem. Jó ötlet volt ez a pulzus mérő, na. Hát koncentráltam rendesen. Aztán itt a végén mondom, itt attól féltem, hogy lesz plusz egy kör, mert akkor nem biztos, hogy elég lett volna az üzemanyag. Aztán igazából azért liftelgettem, meg lassabban mentem, azért jött föl rám, mondom, mert nem nyomtam neki annyira. És ez most nem nagy képűség. Na kíváncsi vagyok, hogy ez a Robert Ripple, vagy Ripple Robert, nem tudom, hogy mai napig nem tudom, hogy magyar-e, mi történt vele. Jött föl rám, és arra vagyok kíváncsi, hogy mi történt vele. De csak azt láttam a relatívon, hogy 3 másodpercre, 10 másodpercre vagyok tőle. Hoppá. Hát az csúnya volt. Igen, Audi. Audi betegség. Megcsúszott a kijáraton. Na igen, ezt mondtam, hogy állítólag az Audival ezzel kell vigyázni. Kijáraton szeret mocorogni. És ott meg is úszott, és megfogta a kerékvetőt, és ennyi. Szerezzél be akkor egy pulzusmérőt. Különben nem olyan nagy ördöngőség. Egyébként ez egy olcsó eBay-ről rendelt témakör. Aztán össze kell kapcsolni egy weboldallal, aztán azt kivetíti neked a streamre, egyébként ennyi. Na jó van. Akkor én zárom a streamet szerintem. Még egyszer nézzük meg. 16-ról végül... 16-ról 12? Biztos, hogy nem. Ja, ez a Robert Ripple hülye. Na, 10-ről lettem 8. Jó kis fasz a kis cucc volt. Ne menjetek sehová, mert... Megnézzük, hogy tudok-e valakit hostolni. Ugyebár, hogy... A móka ne álljon meg. Hát, de kit? Senki nem streamel. Hát akkor lehet, hogy nem, mindegy, akkor behoztoljuk a Dan Suzuki-t. Azt mondja, hogy hol tudom. Tartalom irányító pult. Kezelés. Na, és akkor közben én elköszönök. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap délben ne felejtsétek el, hogy NASCAR van. Mi mennyi? 30. Mi a mennyi? Nagyon szépen köszönöm. Akkor kicsit később Discordon még beszélünk. Ugye megígértem, hogy megkereslek. Most még elszívok egy cigit, aztán utána beszélünk Discordon, jó? Na és akkor én meg behoztalom a Dan Suzuki-t. És nem menjetek sehová. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És gyertek legközelebb is. Mondom, holnap délben NASCAR. Na, sziasztok!